Építkezés a Tükebusz tüskésréti telephelyén. Itt fogják majd tölteni azokat az elektromos buszokat, amik beszerzésén most dolgozik a városvezetés. Egy 1,7 milliárdos pályázati forrásból valósít meg a város fejlesztést elektromos buszok, illetve a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése vonatkozásában. Először is megindultak a fejlesztések, tavaly év, tehát 2018 novemberében a fogadó épületnek, egy üzemcsarnoknak az építése, aminek keretében egy 600 négyzetméteres csarnok fog megépülni. Itt egyszerre 6 autóbusz tudnak majd tölteni. Közben a buszokra is kiírják hamarosan a közbeszerzést, még tavasszal. 8 plusz 2 busz beszerzésben van most folyamatban, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában vagyunk, ami nagyon bízunk benne, hogy hamarosan lejár, és ezt követően pedig elindul a közbeszerzés, aminek eredménye ez év tavasza végén várható, ezt követően pedig a nyertes ajánlattevőnek 8 hónapja lesz leszállítani az új elektromos buszokat. Vagyis jövő év első negyedévében várható, hogy üzembe áll a 10 elektromos busz Pécsen. Az 1,7 milliárdos pályázat az épület megépítését és a buszok beszerzését is tartalmazza. A csarnok a járművek töltése mellett alkalmas lesz arra, hogy a napi közlekedésre felkészítsék itt a buszokat, akár kisebb javításokat végezve rajtuk.